Szeretettel köszöntünk mindenkit a Budavári Önkormányzat helyszínén, a Jókai Anna szalomban. Ez a Lyukas Óra prózának a februári alkalma, amelyet megtekinthetnek a Jókai Anna szalonnak a Facebook oldalán, de hogyha ezt látják, akkor már ott is vannak, úgyhogy ez a kibeszólás, ez okafogyottá vált. A Lyukas Óráról talán sokan tudják, hogy valamikor Mésző Dezső, Lator László és társaik indították el a televízió hullám, televíziónak van hullámhossza, nincs neki de. Valamilyen, vagy olyan hullámhossza, akkor hullámhossza. És hát a lényege az volt, eredetileg csak versekkel játszották, de most egy pár éve kibővítettük a prózairodalom felé is. Lényeg az, hogy mindenki hoz egy kis meglepetés szöveget, sőt többet, de mindig egyszerre csak egyet nyilvánvalóan, nem tudunk sztereóban olvasni, és azt az egyet felolvasa, anélkül, hogy elárulná, hogy ki a szerzője, a többiek pedig stiláris jegyek, egyebek alapján kitalálják, hogyha sikerrel járnak, minden esetre elkezdenek találgatni, és lehet persze könnyítéseket is adni, mindenféle életrajzi adalékokat, tehát ilyen szalonszerűvé is szoktunk válni ilyenkor. Két nagyon fontos kikötés van, hogy az illető, a szerző már mint magyar legyen, és már ne éljen. Amúgy is sokan azt gondolják, hogy ez egy magyar szerző, nem csak egy magyar, bármely irodalmárnak az első ismérve, hogy nem él. Erre most négyen cáfolunk itt rá a helyszínen játszótársakkal. Szeretettel köszöntöm Szabó T. Annát, Dragomán Györgyöt és Vörös István, írók, költők, műfordítók. Én magam Lackfi János vagyok, és én fogom itten mederbe terelgetni elsősorban magamat, másodszorban meg a kollégákat. Na hát először is sorsolunk, mert hogy a múltkori Lyukas Óra próza végén Nyári Krisztián kollégánk hozott egy nézői feladványt, amelyet önök fejthettek meg, és meg is fejtették. 25-en küldtek jó választ, és közülük most három nevet kell kihúzni. Bródi Sándornak a Rembrandt eladja holttestét című novellájából volt egy részlet, úgyhogy akkor körbe adom a tálkát, és akkor a drága kollégák, mindenki húz egy nevet, és be is olvashatjátok rögvest a... Golián Erika. Golián Erika. Golián. Igen. De magára fog ismerni, és gratulálok. Gratulálunk neki. Vankóczi Krisztina. Vankóczi Krisztina. És Bánócki, bocsánat. Bánócki Krisztina, majdnem. Bánócki Krisztina. Bánócki Krisztina, ez a végleg. Ezt most ellenőrzöm. Virág Miklós, ez elég végleg. És Virág Miklós. No hát viszont nem virágot küldünk a virágnak, hanem három könyvünk van, Milbacher Robert angyali üdvözletek, Závada Pál Wanderer és Krasznahorkai László az utolsó farkas című kötetét, a Magvető kiadó jóvoltából küldjük el ajándékba önöknek. Egyébként ma is lesz feladvány, és itt meglobogtatom a könyveket, amik önökre várnak, úgyhogy nem maradnak se hoppon, se könyv nélkül. Elindítanék gyorsan egy olyan kört, ami ebben a mai karanténos világban érdekes lehet mindenkinek, mindenki a saját Facebook oldalát fedezékül, ha van neki, vagy a fedezékül maga elé tartva érdegél odahaza, és írdogál. Természetesen persze író számára a karantén nem olyan nagyon meglepő, mert azt csinálja, amit máskor ír otthon, de hogy azért mégis mi hír a ti házatok táján, és akkor kezdünk veled, Anna. Nekem van itt a legrövidebb mondani való, mert nagyon örülök, hogy megjelent egy novellás kötetem, írtam azóta novellákat, azon dolgozom, de a legnagyobb kihívás nekem, hogy verset írjak ismét, mert annyira elszoktam ettől a lélek állapottól, és a szorongás az olyan, ami lehetetlenné teszi az éneklést. Ugye tudjuk, hogy az ember szorítja a torkát, és nem tud énekelni, de a versírást is lehetetlenné teszi. Viszont tegnap este Gyurival hallottuk, hogy megszólaltak a rigók, és nekem az első versem, ami igazi ihletett vers volt, az egy rigó dalról szólt, úgyhogy azt mondtam, hogy van remény, ha a rigó tud énekelni, akkor ez ekkora kicsi madár, hát ha én ne tudnék, szóval verset fogok írni, most itt megígértem ünnepélyesen. Nem tudom, hogy ti tudtok-e így csak úgy írni verset, én nem mindig tudok. Tehát... Én nem tudok egyáltalán. Igen, de ez fordítva is, ez a furfangosabb pszichológia, mert hogyha énekel az ember, enyhül a szorongás, sőt, azt mondják, hogy az az agyközpont, ahol a szorongás keletkezik, az nem is tud működni, miközben énekelsz.
Tehát, hogy ezért ezek a búval aszott magyar népdalaink végeredményben ugye kioltják azt a szorongást, amiről énekelnek. Enyhítik a fájdalmat. Majd azért nézd meg a rigókat, mikor a madárinfluenza jön. Jaj, szegények. Énekelnek. Maszkban fognak énekelni. Ellene vannak minden rossznak a rigók. Nekem ez nem kétséges, persze. Hát ezek szerint, hogy ebből indulunk ki, akkor alapvetően a giliszta például egy eredendő rossz, mert annak nagyon ellene vannak a rigók. Ja. Vagy hát mellette, másfelől. A Géza Rigóról írta a verset, azt játszottuk régen Gyurival, hogy mond egy témát, és arról én mondok, nem magam írt a verset, de olyanokat mondott, mint bicikliszerelő, meg ilyenek, és tudtam mondani verset. Kamaszkoromban még tudtam, most már nem. Komoly vagy. Gyuri, főzőskönyv és egyéb nyalánkságok. Hát megjelen szerencsésen a főzőskönyv, azóta főzök tovább. Felcsítem a mollának, vettem egy malmot, most már úgy csütöm a kenyeret, hogy magam ölöm a lisztet. Ez van. Tanulságos, most már elkezdtem spagettit csinálni. Igen, azt láttam is. Ilyen dolgokat, tehát egyre mélyebbre megyek ebbe a örvénybe, de most nagyon jó kedvem van, muszáj elmondjam, mert annyira örülök tényleg, ma jelent meg a Mágia Amerikában. Wow. És az előtt meg a nagyon szép kritikát a New York Times-ban róla. Úgyhogy nem is kell csinálni, hogy semmi. Már könyveid dolgoznak ennyi. Én nagyon örülök, le a kalappal. Ez fantasztikus. Igen, molnárkodik tovább. Az a legjobb. Egyébként tényleg lisztet örülni annyira jó, tehát ez meg kell mindenkinek mondjam, hogy ez egy ilyen transzens, mondjuk jobban hangzik, mint amilyen valóságban, mert tehát, hogy ne egy ilyen nagy vízimalmot képzeltek el, hanem egy ilyen lisztes szakáll. Lisztes leszek tőle attól, tehát, hogy rám. István, nálunk voltatok valamikor régen, és utána sütöttél kenyeret. Na most majd jöztök, ha a vége van ennek a vírusnak, gyertek el, és fogtok malmot látni. Örök búzát. Tehát így jobban hangzik, mint amilyen a valóságban, de valójában meg nagyon szép agy és citál a liszt. Ha verses lyukasórán lennénk, akkor mondhatnám rögtön, hogy honnan van, hogy őről búzát, őről árpát, őről zabot is, kukoricát, 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 de nem a verses lyukasórán vagyunk. Nemes nagy ágy. Szerencsére nem. A Bors nénivel. Igen. Kukoricát nem tudok ezzel a malommal. Nagy őrlésben vagy is. Lehet. Nagy őrlésben vagy, és betör a tek, akkor azért de gyertek nagy porban. Úgyhogy jó van, előbb-utóbb. Hát reméljük. Pista, mivel foglalkozol? Nekem az az érdekesség, hogy még elutaztam Szekszárdra egy hónapra. Hogy ha nem elég a karantén, másik akkor kontinens. Valamilyen kísérleti író elhelyezés, és egy ilyen kollégiumi szobába helyeztek el kísérletileg. De azért tudtam jól dolgozni, és ettől olyan Prága nosztalgiám volt, mert utoljára kollégiumban Prágában laktam, és ezért minden este cseh filmeket néztem. Kicsit belemerültem, azt imitáltam, hogy cseh ország. Prózát is. Én viszont... Így kedve van, is. Hát csak is. Fogságban is dalolsz. Összeraktam egy tanulmánykötetet, annak az utolsó szövegén még dolgozom. Jancsival van egy közös bizony verses kötet projektünk megint, az Apám kakasa és a Szilágyi Őrzsébet folytatásaként. Mondjátok el a címet. Nem áruljuk el a címet. Nem nyilvános. Tudom, ne, te már tudod, igen, te már neked tudod. Neked elmentük árulni. Kollegiálisan nyilvános, de szakma már nyilvánosan nem nyilvános. Igyekszünk. Hát ilyenek, és most visszaszoktam Budapestre lassan, de furcsa volt. János, te is mondjál valamit. Hát én például, van egy internetes kreatív írás tanfolyamom, és ott 220 ember dühöng és ír jobbnál jobb szövegeket, úgyhogy jól el vagyunk, meg két aranyos kolléga bírálja őket, Íjas Tamás és Vései Miki. Úgyhogy jól el vagyunk, meg írok mellette regényt, ugye van egy ösztöndíjam is, ugye muszáj is, meg már régóta tervezem is. Meg mindenféle jönnek ki majd könyvek, a Jó étpuszi, amihez egy nagyon kedves kollégina írt egy remek fülszöveget. Hogy újjal nem utogass. Nagy újjal nem utogass, ki lehet találni, és be lehet küldeni. Akkor én ezt mondom, hogy ezt nagyon szeretettel ajánlom ezúttal is. Jó étpuszi lesz a címe, meg egy másik könyv, ami még az előző évről csúszott át, az a címe, hogy Életem temploma, és ez egy nagyon érdekes könyv lesz. Van egyébként várbeli újdonsága, mert hogy a Mátyás templom gondnoksága adja ki, és ez egy felnőtt színező a Mátyás templomnak a motivumaival, amit megrajzolt gyönyörűen egy grafikus, és zsoltáraim lesznek benne angolul és magyar, vagy viszont magyarul és angolra lefordítva, éppen fordítva.
Úgyhogy, hát szóval, hogy megyegetnek. Én is egy malomban őrlök, és sőt, egy majomban. No jó, hát szerintem vágjunk bele abba, amiért jöttünk, és ez, nem tudom, hogy a ladies first az most mennyire korrekt vagy nem, de minden esetre kezd drága Anna. Jó, ez most hogy... jó, ha véletlenül ültem pont mellé, de ez egy jó kezdet lesz. Végig a Patak utca mentén, az árokban, csobogva, bugyogva iramlott lefelé a víz. Az esős nyára langyos, enyhe ősz jött, mintha megtért volna újra a tavasz. Reggelenként beteg fejjel, ködbe bugyalálva kelt fel a nap, de délre igazi erejét ragyogtatta. A fő újra kizöldült, a réteket, az utak mentét, a ritkás erdők alját, halványkékbe vonták a késői virágok. Mézgásan fénylettek a gesztenyefák rügyei. A Patak utcában az ér, mint egy sütkérező kígyó, ezüst testtel csillogott az őszi napsütésben. Pali kinyitotta a kertkaput és kilépett rajta. Ott állt az utca szélén, az árok előtt a kis hídnál, amely az árkot átszelve összekötötte kertjüket az úttal. Balra fordult és felnézett a nap felé. A fény beleszaladt a szemébe, megcsiklandozta az orrát, tüsszentett. Aztán iramodott egyet, nagyot dobbantott, és a híd mellett átugrott az árkot. Hajhó, kiáltotta a túloldalon, és futni kezdett. Mintha csak erre várt volna az utca túlnan, a szomszédból meg arra lentről is kiáltás válaszolt neki. Hajhó, hajhó! Egy kapu kicsapódott, nyurgacsontú, sápadtarcú legényke ugrott ki rajta. Édesanyám fordult hátra az udvar felé. Itt van Elekes Pali, megyünk? És ezzel neki iramodott Pali nyomában. Merre? Kérdezte futás közben. Csak gyere, meglátod. Csizmájuk cuppogott, fröcskölve verte szét a sarat az utca nedves, felpuhult agyakhátán. Megcsúszva, ide-oda dülöngélve futottak. Az utca végén megállapodtak, már addigra öten voltak, arcuk a futástól kipirult. Nyitott szájjal nagyokat szívtak a langyos párás levegőből. Az árokból egy vöröses szeplős arc bukkant elejük, nicsak ni karcsi is itt van. A fej egyre följebb emelkedett, feltűnt a hozzátartozó váll, majd a törzs is, az egész 15 éves, csontos, izmos fiú. Karcsi kimászott az árokból, majd visszafordult, lehajolt. Csak vigyázz, Sanyika, add a kezed! Kézenfogva vezette ki öccsét. A fiúk összenevettek. Add a kezed, Sanyika, csak vigyázz, Sanyika! Csufolkodtak. Karcsi elvörösödött. Csak úgy világított rajta a sok szeplő. Mit árt nekik, Sanyika, mit bántja őket? Nem hagyhatja otthon, az anyja nyakán, félrefordult hát a fiúktól. Körülbelül ennyit szerettem volna olvasni. Ezt megvallom, hogy én ezt a könyvet nem olvastam, pedig egy olyan szerző írta, akitől azt hiszem minden egyebet olvastam. Akkor nem est adják. János, mondasz valamit. Ezen a szálon indulj el, légy szíves. Lengyel Balázs? Hát igen, na. És akkor mondjátok meg, hogy ez mi elkaptam. Aha. A szeveni fiúk, ezt most igen. Szeveni fiúk, igen, és nem aztán, annyira jó. Nem? Olyan régen olvastam, és azt, ahogy belekezdtél, az volt az érzésem, hogy olvastam. Igen, de hogy mi ez? Igen. Igen, nagyon persze egy Móra Ferences hangulata támadt rögtön az embernek, meg esetleg még Légy jó, mint halálig világa. Igen, nagyon. Az nyilvánvaló, vagy majdnem nyilvánvaló, azért is olvastam idáig, hogy 15 éves a fiú, meg hogy fiúk, ezt állandóan mondja, így próbáltam hangsúlyozni, tehát hogy ez egy ifjúsági regény. De a másik, amiért nagyon érdekes volt most számomra, hogy a ritmusa, a nagyon versszerű valahogy a lélegzése, és ez 1952-ben íródott, és szerintem elég erős a Nemes Nagy Ágnes hatás. Nem a versek, hanem egyáltalán az, hogy együtt verseket olvastak. Én azt gondolom. Ez nyilvánvaló, hogy mondjam, nem jó kedvében írtak. Sütkérező kígyó, meg nem tetsz, ezek az egész igen, líraiság. Szép egyébként. Ez az egyetlen tudomásom szerint, lehet, hogy írtak kisebb dolgokat, de hogy regénynek azt hiszem, hogy most lehet, hogy tévedek, de én sem tudok arról, hogy mást írt volna regény, de nagyon izgalmas, ugye az esszéi, a visszaemlékezései, nekem az egyik legkedvesebb szerzőm, de gondoltam, megleplek benneteket. Ezt ezzel az ősz-tavasz, nagyon érdekes. Nagyon jó, még emlékszem, élt Balázs, és mondtam neki, akkor olvastam, én dacos kamasz voltam, és mindig nem túl konzekvensen választottam ki a dacom tárgya, minden volt, csak dacoljak, és akkor írtam neki egy levelet, vagy anyukámnak mondtam, hogy adja át neki, hogy most olvastam a Szebeni fiúkat, és előtte Zolát olvastam, de az nem volt jó, a Szebeni fiúk viszont igen. Úgyhogy rögtön valami ellen lázadnom kellett. Ez nagyon szép. Egyébként, amivel ugye, hogy Balázs nem tudott mit kezdeni, azt hiszem, ebben a fajta dicséretem. Nekem is van egy nagyon jó történetem Lengyel Balázsról.
szerintem azt most érdemes elmondani, ha már róla van szó, hogy nem is tudom, hogy elküldtem-e, de lehet, hogy nem is küldtem el a kritika kötetemet, amit összeállítottam, pont 2000-ben jelent meg, azt hiszem, Lakatlan szigetek nincsenek, mindesetre küldött egy levelet róla, ahol két oldalban elmondta, vagy de két, nem, tehát egy teljes ilyen papíron, tehát négy oldalban elmondta, hogy mit gondol, voltak, mikor pedig a dicsérő kritikák a könyv alcíme, tehát nem nagyon kritizáltam senkit, de valami egy szót valakire mondtam, azt akkor igyekezett pontosítani, nagyon jó, megjött a levél, örültem neki, majd fél év múlva szó szerint ugyanaz a levél másodszor is megjött, mert szerintem elfelejtette, hogy elküldte, viszont ugyanazt még egyszer meg tudta írni. Kézzel. Csodálatos. Az a, hogy a költözések során nem tudom, hogy megvan-e ez a két levél, pedig hát remélem, hogy még előkerül. Biztos, hogy egy könyvben megtalálod. Nézd meg a szebeni fiúkban nézd. Lehet, hogy ott, oda tettem be, nagyon remélem, hogy meg lesz. Tehát kétszer megvan. Olyan jó rágondolni, mert mindannyian ismertük, beszélgettünk vele, és egy generáció ugye kezdted, hogy a lyukasórások, és ő ugyan nem lyukasórázott, de játszottak Szigligeten, tehát az a nagy játékos generáció, aki mindent tudott, úgyhogy nagy. És ez amit a Pista mond, ez a figyelem, ez ennek az egész fantasztikus generációnak a sajátja volt, szóval igyekeztem amennyi, hát nyilván eltanulni ezt, mert hogy ugyanilyen apróbetűs levelet én is kaptam tőle, azon. Kaptam Rába Győrtől, Gergely Ágnestől, oda. Tehát hogy ilyen gyakorlatilag mint egy kritika, így van, hogy csak egy képes lapra összesűrítve, de olyan mély jellemzés, és annyi, hogy küldte egy könyvet, tehát tulajdonképpen egy udvariassági, persze a tisztelettel, de egy udvariassági gesztus tett, és gondolom nem az én könyvem esett be a postaládájába egyedül. Igen, vagy határgyőző, az mai napig cseng a fülem, mert felveszem egy kis bakelit telefont, és azt mondja, halló Jánoskám, te vagy az határgyőző vagyok Londonból, és hogy tetszett a versed az Ésben. És olyan szép. És akkor mondom, hú, basszus, hogy ezek az emberek, akik még publikáltak a Nyugatban, meg minden, így viselkednek, akkor kicsit kössük már föl a gatyát, úgyhogy igyekszem, ami jó, azt lehetőleg azonnal megdicsérni. Ezt érdemes lenne követni, csoda. Kiveszőben van ez a fajta reakciós. Én nem tudom, hogy hogy volt erre idejük. Tehát, hogy írták a mindent, leadásra is dolgoztak, pénzt is kerestek, és mégis minden, szinte tényleg mindegyik őjüktől én is kaptam, és az, hogy odafigyelsz egy 20 évesre, tehát tényleg gyönyörű. Ez egy kicsit ilyen, azért ilyen úri dolog volt a szó jó értelmében, hogy az író úri státusz, vagy hogyha hölgyek. Úgy is írták oda, hogy költő vagy költő, író. Igen. Úgy írták, hogy élvezd, hogy ez igen. Vagy. Hát igen, jön egy ilyen embertől egy ilyen megszólítás levél, akkor már... Na, írjunk ilyet, jó kézzel. Hogy meg fognak lepődni? Hát én nem kézzel írom, de fél, de kézzel írt. Messenger, kézzel írom Messenger. Igyekszünk azért, de tényleg le a kalappal ezelőtt a nemzedék előtt. Gyuri, mit hoztál? Igen, ilyenkor szokott mindig pontosítani Lator László, hogy azt nem mondd el, hogy mit hoztál, csak olvasd fel. Hát jó. Ha bekapcsol a gépem, bekapcsolt. Kedden 17:30 a Diadal moziban. Döntő fontosságú megbeszélés. A kis mozik léte forog kockán. Ezáltal a levélben. Átalakítás, vagy éppen lebontás. Talán butikok nyílnak a helyükön. Bezárok, bazárok, bazárárúval. A gyűlésen majd minden kiderül. Megjelennek a kismozik vezetői. Néhányan a törzs közönségből, a kismozik népéből. Én sem hiányozhatok. Számítanak rám, bíznak bennem. Súlya van a szavamnak. Nem hagyhatom cserbe őket. Így hát az adott időpontban a Diadal előtt. Egy tömzsi vaskályha fogad. Mogorva, szürkére kapott vaskályha. Mit jelentsen ez? Maga az ajtó zárva. Kopogok. Az ajtó nem nyílik ki. Senki se dugja ki az órát. Se vezető, se jegyszedő, se pénztárosnő. Egyáltalán se fény, se hang. A mozik környékén se jöjjön senki. Egy lélek se a mozik népéből. Érdül csak a vaskályha. Nem váltok tőle semmiféle felvilágosítást. De ez most már tényleg lényegtelen. Teljesen lényegtelen. Nem mozdulok a mozi elől. Állok és várok. 5 és 6 között. 6 és 7 között, 9:30 tájt, 11 felé, éjfél után, ének idején. Hű, ez a szaggatott stíl. Rövid, nagy mestere. Igen, ez annyira ő, hogy lehet, hogy nem ő. Tehát, igen, már mindannyian ugyanarra gondolom. Gyanús. Aki az magas labda, hiányzik a mozi nekem. Igen, az, igen. Mozinak is nagy szerelmese.
Igen. Igen. De ez tényleg... Kicsit távirati. Tényleg? Mándi. Mándi? Igen. Modrandám lenne, nem? Igen. Szerintem olyan, mint a Mándi lenne. Olyan, mint a megszólalásig olyan, mint a Mándi. Mert hogy a Modrandám is szűkszavú, de a Mándinak meg ezek az egész rövid mondatai, meg az, hogy a tárgyak életre kelnek állandóan. Tehát, hogy a kályha, van ugyanez, hogy a lépcsőfordulóba várja a nagy pálma, meg tehát, hogy igaz. Annyira mindent életre kelt az Ádámnál, még az élők is inkább... ilyen merev tárgyakká tudnak válni sokszor. Erről írt a Mándi Iván emlékére Tóth Kriszta, azt úgy végződik a vers, hogy előrehajtva alszik egy ülés, mintha valaki a kormányra dőlne. És ez is ugye Mándi idézi teljes mértékig ez a tárgy megidézés. A vaskályhát nem fogjuk elfelejteni. Ez önjáról szívünk kötetből van. Uh-huh. De akár a csutakból is lehetne, vagy valahonnan, tehát annyira a gyerekkönyvei is olyanok. Igen. És a rövid mondat, sokan azt gondolják, hogy a hosszú mondata nehéz, de a rövid mondat az szerintem sokszor nehezebb, hogy jól működjön a rövid mondat. Hogy a szünet a helyén legyen. Igen, és ennek elképesztő ritmusa is volt. Igen. Hát meg ez az egész ilyen lélegzetvétel szaggatottság, hogy az adott időpontban a diadal előtt pont. Tehát nincs se állítmány, se a vezető, se a jegyszedő, se a pénztáros, de ott meg elkezd felsorolni, ahol tulajdonképpen senki nem néz ki a moziból, hát akkor senki nem néz ki, akkor se a lakája, persze meg a gázas, szokott, meg a ház. Igen, a vers szokott ilyet csinálni. Igen, igen, tehát hogy egy olyan lüktetése van, ami inkább a belső történetről szól, és nem a külső, meg a lényegtelen, teljesen lényegtelen. Ott meg beismétel, és hihetetlen jó arányban váltakoztatja ezeket a különböző struktúrákat. Tehát hol többet rak, hol kevesebbet, és így kicsit kapkodod a fejedet, mint ahogy a szereplőnk is, vagy az elbeszélőnk is. Akkor köszönjük szépen! Egy Mándis Mándit, ezzel majdnem becsaptál minket, de végül... Annyira olyan volt, hogy már... Még mozi, legalább mozi ne lett volna benne. Igen, még a mozi is. Igen, minden benne volt, ami kell. Se több, se kevesebb. Akkor István felé. Ha már volt vaskály, ha meg azért kapcsolódik ez a elhangzottakhoz sok tekintetben. Sándornak nem faháza volt, hanem vaslemez bódéja. Hulladék vasakból tákolta össze a gépház mögötti kertben, és az apró munkákat nyáron itt végezte el. Ebben a különös, rozsdaszagú odúban készültek a pukkanó békák, rakéták, a szikrát hányó forgókerekek. Hagyomány volt, hogy búcsúra nála rendelték meg az efélét. De ki más tudta volna a helyette elkészíteni? Sándornak tekintély volt az egy karjában. Éppen reszelt valamit, és a reszeléstől visszhangzott a vaslemez bódé. Majd kérd meg, hogy sodorjon cigarettát, mondta Zicska, mikor a kanál is felől bemásztak a kertbe. Állítólag a bosnyákoktól tanulta, azok mind zsebben sodornak. Először nem láttak Sándorból mást, csak a behajlított könyökét a bódé ajtajában, mint a tolattyú ütemesen kibejárt. Hogy nem süketül meg, csodálkozott Ádi. Vatta van a fülében. Mindig? Nem, csak ha reszel. Meg ha a gépeket beindítják. És hangosan beköszönt. Jó napot, Sándor bátya. A gépész még húzott párat, csak utána fordult meg. Ádi azt hitte először, hogy mindenestől hiányzik a bal karja, de nem, merev fakéz nyúlt ki az inge karjukából, és gömbölyűre faragott készfeje, és a gömbörűje faragott készfejre vaskampó volt rászerelve, azzal húzott meg emelt. Vas meg faember. Arca fekete lilás, a bőrébe evődött vasporttól. Így is alszik az ágyban. Rögtön érezte, hogy itt nem lehet akárhogy viselkedni. De szeretem ezt az írót. Ez nagyon jó. Én majdnem biztos vagyok benne. Hogy hogyan tapogatózunk, hogy ne vágjam de rá. Szerintem vagy... csak vágjam, vágjam rá. De egy kicsit tapogatózzatok, nem? Hát én nem tudom. Hat kötelesség a címben? Nem. Vagy ez nem? Most én nem tudom, mire célzol. Akkor lehet, hogy ez nem pont az a könyv, de aztán lehet, hogy na jó, akkor rákérdezek, Gion Nándor? Nem. Igen. Azt a betyárját. Csak tapasztalat. Nem, könnyebb. Mert ez a mondhatnám, könnyebb. Félkézzel, cigarettas mondás is. Könnyebb. Mondtam, hogy kapcsolódik eléggé az előző kettő. Ugye ez is nyilvánvalóan gyerekkönyv.
Egyrészt, amikor elkezdted olvasni, egy pillanatig megijedtem, igen. Hogy mármint a Lengyel Balázs szöveget, hogy ugyanaz, ami nem baj, mert van tartalékom, de annál ugyanaz a generáció. Igen, tehát igen, végül is a Csutakkal, meg a... Sőt, jó barátok is. De ez ő akkor költő elsősorban, és... Nem, írt verseket is, de költőként nem tartják számon helytelenül. Én ezt nem olvastam, ezt a könyvet. Nekem valaki úgy ajánlotta, hogy ez a Tüskevár méltó párja, sok tekintetben jobb, mint a Tüskevár. Tehát fiúkönyvezés olyan szempontból, hogy hallatszik is. Hogy hát ez két fiú, de aztán kapcsolódik hozzájuk egy lány is, és nekik van kalandjuk, csak ugye nem a Balaton körüli nádasban folynak a kalandok, hanem éppenséggel valahol a Gemenci erdő környékén. Nem tudom. Hogy ne nevezzem meg a várost, ami a Gemenci erdő környékén van, amit ma már említettem, ugye Szekszárd. Azért hoztad, ezért? Hát lehet, hogy azért is, meg egyébként most olvasom, mert én sem olvastam. Viszonynak van gyerekkönyve, de ez... De ez az. Az, mert ez puha. Ez a fekete gólya. Igen, fekete gólya. Azt a gyerekkönyveket elolvasom. Nagyon jó. Tehát, hogy... Na hát akkor évfordulósan is ajánljuk mindenkinek. Igen, hát ugye 100 éves és egy hónapos. Egy hónapos. Mészöly Miklós, és ez... Ez egy fura a 30-as évek. Nagyon jó. Milyen dunamenti falusi világában játszódik, meg... Ugyanaz, mert a virágos katona miatt így próbálkodtam célozni. Nem rossz egyébként, hogy picit délebre csúsztál a kelet. Igen. De ez azért... a popofa elbeszélői stílus, meg ez a beavatottság, ez most nagyon jellemző az ő gyerek szereplőjére. Azért mondtam, hogy talán még jobb, mint a Tüskevár, mert itt elég durva konfliktus rendszer kialakult, tehát hogy a kifelé is, meg aztán a szerelmi, két fiú, a lánya, tehát hogy azért úgy bebonyolódik szerintem jobban, mint a Tüskevár. Hát, ha kiadják megint most, nem? Még úgy legyen. Az lenne jó. Na, jó, hát, köszönjük. Engem becsaptál, és nagyon szép volt. Annyira passzolt itt ezek után, hogy... Na, akkor maradjunk ennél a gyerekes dolognál. A fiam gazember. Sajnálattal és röstelkedéssel vallom meg, hogy a fiam gazember. A mi családunkban szokatlan karakter ez, azt hiszem a keresztes hadjáratig visszalapozhatnám a családunk történetét, ha ugyan a családunknak volna története. Fájdalom az én őseim, bár sokat tanítatták őket, okos emberek is voltak, sem írni, sem olvasni nem tudtak, és én így most fényes példákat adatok hiányában nem ragyogtathatok a fiam előtt. De fiam nem is kíváncsi a fényes példákra. A minap, hogy betöréses lopást követett el a kamrában, élénk és sötét színekkel festettem neki azt a képet, amely a mazsola szőlőtől az akasztófáig vezet. Hangom remegett a felindulástól. Ő a fejét a karjára fektette, azt hittem sír, és folytatta, mint Munkácsi. Sötét háttérrel, világos alakokkal. Közben a komoly meggondolásra hivatkoztam, és azt kérdeztem tőle, hogy a mondottak után hajlandó-e lemondani az élés kamrába való betörésekről. Hallgatott. Megtoldottam a kérdést. Ígéred-e, hogy nem sikkasztod el többé a ceruzámat? Ígéred-e, hogy a cipődet nem hordozod zászlógyanánt a folyosón, és nem dobod az emeletről a házmester fejére? Hallgatott. Ez jó jel, gondoltam. Ígéred-e, hogy nem rázott többé a Mariska barátod fejét, mint ezt az állatkerti tanulmányutunkon a majomketrecnél tanultad? Ígéred-e, hogy a piromániához vezető gyufagyújtogatási passziódról lemondasz, és hogy öngyilkossági kísérletet nem követsz el a cukorkák vigyázatlan élvezetével? Ha ígéred, gyere, csókold meg a te jó apádat, aki aljas gazdságaidat megbocsátja. Hortyogott. Gondoltam, talán nem is a fiam hibás, hanem én neveltem rosszul. Fogadta melléje tanítót, és akkor, na mindegy. Igen. Hát van, a tanító például így okítja őt, hogy látod, aki nem tanul, az téglahordó napszámos lesz. Aki pedig tanul, az nagyságos úr lesz. Válasz, mi akarsz lenni, napszámos vagy nagyságos úr? Huszár! Megfogta a tanító úrnak az orrát, és meghúzta. Tehát, hogy ilyenek vannak, meg még egy gyönyörű... Gyönyörű. Igen, és akkor azt mondja, hogy lát szóld a derék férfiú, most olyat tettél, ami nem illik. Jegyezd meg, hogy senkinek az orrát meghúzni nem szabad. Miért? Mert az orr nem csöngőhúzó. És akkor néhány nap múlva azt mondja a gyerek, apám, a Kati orra csengetyű húzó ám.
Kati a cselédem volt, csinos falusi lány. Mit beszélsz? Azt, hogy a tanító úr meghúzta a Kati orrát, és a Kati csengetett. Hogy? Meg is ölelgette, csak hogy ne csengessen, meg is csókolgatta. Mégis csengetett. Íme, így elárulta a tanítója. Na mindegy, hogy ebben az édes modorban folytatott tovább, ilyen hát évődő modorban. Nagy humorú embernek nagy tűnik. Nagy humorú ember. Ezt nem erről ismerjük egyébként, nem a nagy humoráról, bár ti részben gondolom arról is, de... Az az érdekes, hogy vártam, hogy kiderüljön a korszak. Azért is jó, hogy elkezdted mondani, hogy nagyságos úr igen. és huszár. Igen, meg a cseléd, meg igen. Akár őrkényhez is lehetett volna érni az elején, és akkor vártam, hogy visszamegyünk-e mondjuk a század elejére, vagy a múlt, mondjuk a 19. századba akár szinte. Igen, hát ezt nem tudom, mert hogy úgy mondjam, Mikszáttól egész Móráig, bárki lehet. Igen, őrkénynek is van ugyanilyen gyereknevelős, reménytelen harcról szóló írása, de a cseléd az... Igen, sok minden. Igen. Van egy nevezetes naplója, egy titkos naplója, amit aztán megfejtettek, valamit titkos írással írta, ez persze többeknek van, de ilyenek szerepelnek benne, hogy András napján reggel villant meg előttem ez az esztétikai törvény, a fenséges az erejét a rútból meríti, és így a két véglet érintkezik. Megvillant. Igen. Most már de akkor ez, ha mondjuk Gárdonyinak volt ilyen naplója. Mondjuk ez Gárdonyi. De Gárdonyinak, tehát ez akkor egy fiktív szöveg, vagy Gárdonyinak, tehát nem tudom, hogy volt-e fia. Hát azt most őszintén szóval én sem tudom megmondani, hogy mennyire önéletrajzi ez a történet, de a természetesség az eléggé elsöprő. Lehet, hogy valakinél volt vendégségben is. Hát el lehet hinni, mert az... Igen, ez a hortyogott, ez nagyon... Meg azt hiszem, hogy ezt a fajta iráját, ami majdnem, igen, tehát hogy ez a pesti journalizmusnak és a Mikszátnak a házasítása volt, tehát tulajdonképpen se Karinti nincs messze, se Mikszát ettől, kettő házasítása, szóval ez nagyon aranyos. Karintinak simán elment volna, csak mondtad, hogy nem arról ismerjük, hogy a humoros, akkor azért mégsem Karinti. Jó, hát hogy vannak humoros írásai. Karinti ennél humorosabb, meg kell mondanom, de ez is jó volt, csak igen, egy kicsit a kegyetlenség humor. Fele megy el ezzel a csengőhúzóval, hogy még egy kicsit ráteszünk is, még egy igen, kicsit. Igen, hát aztán, igen. Később, na mindegy, igen. A tanulságot azt hadd olvassam még el, azt mondja, hogy várjál, hogy van. Sokszor könnyezve magyarázom neki, hogy milyenek a jó fiúk, ső bámulattal hallgatja. Mesélj még, mondja ilyenkor ravasz áhítattal. Ó, ha nem én volnék az apja, hanem más, már régóta azt tanácsoltam volna neki, hogy iratkozzék be előre a fegyházba. De mert a vér nem tagadja meg a vért, mindennapi aggodalommal bár, de mégis hallatlan elfogultsággal mentegetem őt, hát ha nem is gazember ez a kis gazember. Elvégre is még nem szedett verebeket a kútból, mint én, még nem verte be a német postamester ablakát, sem a misebort nem itta ki a templomban, s elvégre minden becsületes ember így kezdi. Ez jó. Úgyhogy ide kulminált ez a, na, ez a gazember. Megnyugodtál, jó van akkor. Na jó, úgyhogy hát egy körünk lement, úgyhogy még egy kört, akkor visszafelé indítom Pistától, és hú, ez most választom, nem készítettem elő, és ráadásul ki kéne választanom a... Hát igen, ugyebár... Nehéz küldetés elé állítottam. Hát legyen ez. Na, legyen. Tékakötet, nem tudom, hogy melyik van zöld tékakötetben, de úgy örülök. Szerencsére volt, vagy 30 kötetben. Édesapám szerkesztette ezt a sorozatot, gyerekkorom nagy öröme volt, hozta haza. Itt van, még té nélkül. Aha, bizony. Éka? Nem, mert ugyan akkor még édesapám. Az mit jelent? Édesapám. A té, mint éka, ezért lett, igen? Nem azért, hogy élt még nagyapám, és akkor nem lehetett Szabó T. Attila, vagy nem akarta összekavarni ugye nagyapámmal magát. Ja, hogy a papádat mondta. Édesapám. Ja, írtelen, én meg rögtön a nagypapádra, és azon mondom, té nélkül. Nem, igen, akkor bocsánat. Édesapám. Igen, akkor ez. De ki? Kit hoztál? Na. Mert ez valamikor Váncsa József tulajdona volt ez a könyv, ennyit segítségével elárulom. Ez így már tudni, már könnyű. Ráadásul itt van, hogy ez az ő 1868. könyve volt, amit 1984. december 1-én szerzett meg itt. Ó, Istenem! Hú, ezek az áttelepüléses könyvtárak, amiket eladtak, elraktak. Ó, ne is, ne menjünk bele! Na, egy kis hangulatot akkor kelteni, olvasom ezt a szép szöveget. Midőn Jákob pátriárka fáraó királytól kérdetnék, hány esztendős volna, azt feleli, hogy az ő budosásának napjai 100 és 30 esztendők. Holott
az nagy szent ember az ő életét budosásnak nevezi. Azonképpen én is életemnek ez 43 esztendeit igazán merő budosásnak mondhatom, mert alig töltöttem el szüleimnél 12. esztendőmet, házamból ottan hamar kibúdostam, és először Nagy Győrött, annak utána Göncön és Debrecenben lőtt deákul tanulgatásomnak szállása. Aztán feljebb serdülvén Németországban, elsőben Wittenbergában és Argentínában, zárójelben Strasbourgban tanultam az tudományoknak kezdetit. Öreg deák koromnak pedig Heidelbergában, Herbornában, Altorfiumban és Marburgumban töltöttem el esztendeit. Szegény fejemnek Istentől mindez helyekre vezérlést, szent felségének mindenütt reám gondviselését valamikor meggondolom, ottan ezt kell az sokképpen sanyargattatott prófétával kiáltanom. Tudom, Uram Isten, hogy az embernek uta nincsen az ő tulajdon hatalmában, sem az úton járónak, hogy az ő maga lépését igazgassa. És az bölcs Salamonnak imez mondásira kell figyelmeznem. Az embernek elméje gondolja meg az ő utát, de az Úr igazgatja annak járását, az Úrtól vadnak az embernek járásai. Ez én ennyi fáradtságos budosásimnak meggondoltjában először ezzel vigasztalom magamat, mivel hogy látom azt, hogy számkivetésben járt ez földön Krisztus Urunk is, járjuk el ez járást, hát mi is ő tagjai. Nagyon szép. Nagyon szép. Prédikátor és 17. 18. inkább talán én azt mondom. Hát ez korai. 17. Igen, mert... A század. Igen. Ennek a könyvnek egy része fordításban van, tehát nem mindent magyarul írt, de ezt magyarul írta. Éppenséggel egy fordítás elő. És a maga a cím az a Posztéja Skultécia, ugye ez egy akkori kortárs hitszónoknak a kötetét lefordította a szónoklatai. Akkor egyházi férfi, nem főúr. És 1617-ben én is ezt ő kiadta. De nyomdász is volt? Tehát, hogy mondjuk Heltai Gáspárra gondoltam például egy nyomdásznak. Egy Sepsi Csombor Márton, meg ilyen húkik. Jó felé kapizsgáltok, de pont egyik se, hanem aki maga is fordítóként, tehát hogy most persze egy olyan mára már nyilván nem aktuális munkát mondtam, aminek a fordításáért nem epekedtek. Wittenberg az azt sugalja, hogy... De ennél ő fordított aktuális, vagy tehát hogy olyat, amit érdeklőd. Akkor evangélikus atyafi, hogyha gondolom a Wittenberg az nem egy... Hát még az ajánlás véletlen. Előtt még van egy ilyen talán, hogy a nagyszombati eklézsiának, hív keresztjének, gyülekezetinek, ennek Isten után fő-fő patronusinak, gondviselőknek, az nemes és tiszteletes férfiaknak, Mező Szegedi Gáspárnak, Lublai Krausz Jánosnak, ez alapján összerakjátok, nem. Debreceni Béládi Istvánnak, Körösi, nem, hát vicceltem, persze, hogy nem, Körösi Böldre Mihálynak, az Atya Isten Istennek kegyelmes áldását, hatalmas ótalmát, szent lelkének vezérlését, vigasztalását, szent fiáért, az Jézus Krisztusért kívánom szívem szerint. Ezzel indítja, és utána jön az, amit felolvasom. Cirkalom van. És ezt magyarul írta. Ez magyarul van írva, igen. Egyébként a fordítók igyekeztek elég régiesre venni a többit is, amit nem magyarul írt, de aztán kerestem olyat, ami nem nincs odaírva, hogy kifordította, mert ez ugyebár ez az kultéció, tehát ahhoz írt. Nem nehéz, tehát, hogy... Azt hiszem, meg kell mondanod, mert ilyenkor az embernek így leáll az agya, hogy te jó ég, hát ennyire, és akkor így ordít utána, hogy hát persze. Igen, abba gondoltam bele, hogy utaztak ennyit. Tehát a 17. században, és mindenfele elmentek. Igen, az nagyon érdekes egyébként, egy másik szöveg, amit itt kerestem, az...
az egy levélre válasz, és azt mondja, hogy válaszol a tisztelt uram, valamilyen német embert megnevez, aki hozzám 1616. október 23-án intézett egy levelet, amit nekem Nürnbergben adtak oda, és egy fél évvel későbbi dátumot, és aztán ő fél évvel később felel. Tehát, hogy picit lassabban történtek ezek a dolgok, de azért megtörténtek, tehát, hogy nem e-mailbe küldte ezt. Pár évet elutazgattak az életükből, tehát, hogy így tengeljen. De az nem olyan veszteség volt, mint repülőtéren üldögélni, mert érted, mentél egy kocsiba, nézelődtél, vagy gyalog mentél, lovon mentél, láttál, benne voltál a valóságban. Persze, meg széjjel rázott, de még volt elég is panaszkodtak, egy ácsfél két óra kocsúk műkányja, agyuk. Hát azért elég jól működött. Működött, hát egy kicsit helyre kellett fogadók állni. Fogadók voltak, találkoztak. Volt, így van. Ugye, mint a Tom Jones-ban, ott minden fogadókban történik, állandóan találkoznak valamelyik fogadóban. A történelmi filmben ez Schneidigabb egyébként a valóságban, hogyha olvassa az ember. Akkor megmondjam? Mondjad. Hát mondd. Hát Szent Simónára. Az orrunkba toltad, és nem tudtam. És nekem ez nincs meg, úgyhogy megyek megrendelni. Ez nekem nincs meg. Igen, nincs meg az egész sorozat, elég sok megvan belőle. Ez nagyon jó sorozat. Össze-össze szedegettem, de hát ez nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, jó volt. Zamatos. A röstelkedés ideje következik. Na, hát nem találtuk ki. Gyuri, mi a menü, főnök? Nem lesek megint. A változás nem sokára lovag is érezte. A hajó rollózása csökkent, viszont egyre inkább balfele dőlt. Egy idő után jobb oldalára már nem is lenged ki, csak balra. A szélnyomás erősödik, sodródunk. A rádiós lépett a kormányházba, egy papírról a kezében. Melyik a szolgálatos? Sürgőségjelzés. For all ships. Mi az? Kérdezte Wall. 11-es vér az írtengeren. Whitehall adta le. Éppen jókor kiáltott lovag. Még akart valamit mondani, de nem volt rá ideje. A parancsnoki hídig felcsap a hullám, Taré a vizes zsák zuhanására emlékeztető zajjal nekivágódott a kormányház csukott széloldali ajtajának, és teljes hosszában ketté repesztette. Csípős vízsugarak törtek be a repedésen, elraszották az egész helységet. Egy falhoz kötözött fémvedél kiszabadult, fülhasogtató csörömpöléssel gurulni kezdett a 20-25 fokos szögben álló padlón. Az egyik kormányos udán átvetette magát, s vedrestől majdnem az írtengerbe zuhant. Az ajtó üvegszemmel szilánkokra recsen, cserepei gránátrepeszenként seperték végig a parancsnoki hidat. Egyik szilánk vérző sebet karcolt a keréknél álló kormányos arcára. Ettől kezdve a verszi fények egyre gyengébben szivárogtak át a viharfüggönyön. A hajó megdőlve, oldalozva, bókolva lassan távolodni kezdett Nagy-Britanniától. Az illető utazó, vagy csak képzeletben utazó? Az illető utazó is. Nem volt felőt hozni, mert nem valószínű, hogy ki fogjuk találni. Te ismerted, és tengerészek. Könnyű lenne, ha lengyelek lennék, mert akkor mond rá. A magyar jövőben már ritkán lennék tengerészírók, tehát hogy nem bővelkedem tengerészírókban. Pláne kortárs tengerészírókban is, ez kortárs. Füstmillán a legnagyobb magyar tengerészírók. Füstmillán mondom, és igazából az is hoztam, hogy felhívom már a figyelmet. Ő egy nagy ígérete volt mondjuk az erdélyi novelisztikának, és aztán ő is azok közé tartott, akik rendszerváltáskor elhallgattak tulajdonképpen. Tehát írtak még utána, de úgy igazán nem írtak sokat, és pár éve halt meg, de az utolsó évében tulajdonképpen már nem publikált. De mondjuk a 70-es években nem az embernek előfordult, hogy kezébe járt ez a könyv. Nem mondom a címét ennek a novellának, ez egy novellás, egy címadó darabja. Az a cím, hogy szarkaláb, akkor jön a hajnal. És én nagyon csodálkoztam, hogy mi az, hogy szarkalábakon, tehát hogy álmosak vagyunk, vagy az lábai vannak a hajnalak, mint szarkának. Ezt a követő nagyon sokat néztem. Tehát, hogy tulajdonképpen ajánlom is, akinek esetleg kezében akar jó tengerész történeteket olvasni, ez egy hajó, és valóban egy hosszú járatú hajón szólja a tengerész volt. Úgy hívják, hogy Nemes László is három könyve van, amik a tengerekről szólnak, aztán később írt még, de ezek az irányok van, a hosszú út az is erről szól. Tehát tulajdonképpen az egyetlen igazi magyar tengerész író mondjuk a 20. század második feléből. Érdekes, mert vadászírónk nagyon sok van. Tengerész író, nem tudom kapásból mondani, úgyhogy Nemes László ez. Lehet, hogy földrajzi okai van.
Hát így. Jó. Jó, de hát... Ugye eddig csúnya volt, mert alapán futam lehetett állni, és akkor az ember hát így van, így szépen húszvajat a kapitány lett idő igen. után. És más erdélyi tengerészírót sem tudunk igazából. Én nem tudok, biztos van, de én Kapásban nem tudok. Én akkor lehet, hogy elmegyek bálnavadásznak, és én ezek az egyetlen magyar bálnavadász író. Tehát, nem? Nagyon elítélnélek a bálnavadászatért. Igen, de nem azért mennék oda, hogy tőled egy külön díjat kapjak, mint a legjelentős, de ha nem haragszok, akkor brokkolira vadásznék, hogyha tőled akarnék elismerést. Na már kezditek írni a könyvet, látom, így írjátok, hogy ültök és cukkoljátok egymást? Hát, otthon ülünk, és szövegekkel cukkoljuk egymást. Szöveg által homályosan. Na jó van. Köszönjük szépen, Nemes Lászlót megjegyezzük akkor, hogyha magyar tengerészírót akarunk olvasni arra az eshetőségre. Jó. Ezt... Nem szívesen gondolt Szijjártóra, még barátságuk legkorábbi szakaszában is mindig a fölényt érezte benne, valahogy mindig kisfiú maradt Szijjártó mellett. Azután, amikor a válaszhoz kezdtek járni, Forrai talán harmadéves lehetett, Szijjártó ötödéves, majd a válasz megszűnése után Sárközi Márta Zugligeti úti kis vincellérházába, amelyet Márta a Nyúl utcai villa árának töredékéből vett, a többi ráment a válaszra. Szijjártó mindig olyan felnőtt, elfogadott, egyenrangú volt, nem csak azért, mert mind keserűbb világképe önmagában is felnőtté tette, hanem azért is, mert köztudottan versben megvallottan szerelmes volt a 20 évvel idősebb Mártába. Mártánál szellemesebb, okosabb, bátrabb asszonya pedig Forrai soha életében nem találkozott. Márta mágnestere elsősorban a fiatalokat rántotta oda, abba a Zugligeti hegytetőn álló konyhaszobás házba, ahol néha a székek karfáin is ültek, Szijjártó ritkában Bányai, azután Fodor Bandi, Lator, Domokos Matyi, Pilinszki, Lakatos István, Szijjártó legközelebbi kollégiumi elfbarátja Gyetvai, leendő feleségével Kis Mártával. Nagy Márta néha enni is adott paprikás krumplit például, amit mokkás kanalakkal voltak kénytelenek enni, mert más evőkanál nem volt a házban, mind zaciba került. Márta, Molnár Ferenc lánya és Sárközi György özvegye műstoppolásból igyekezett fenntartani magát, egyetlen zokszó nélkül, a bátor bölcsesség derűjével. Az ajtóban ott ült az érdélterrier, Márta szerint a leghülyébb kutya, mert bagzás idején addig sündörög az alsó szomszéd kortszukája körül, míg átjön a szomszéd puli és jól meg... Ez pedig csak irigyen nézi, Márta szabadszájúsága, külön reveláció, felvilágosultság, külön szabadság volt az Zugligeti házba menekedett szabadságvágyban. A kollégiumi szabadszájúság diákos csínyével, mutáló függetlenségvágyával szemben az épp oly nyílt és felvilágosodott bátorság volt, mint az, hogy Márta vitába is szállt az akkor már élethalál ura Révai Józseffel is, de volt benne valami nőiesen kihívó, felnőtt, mindentudó, csak közönségnek játszó fölény is. Ez hosszan megy, nagyon érdekes, ugye... Sárközi Mártáról nagyon sokan írtak, a fia írta a levelek Zugliget, vagy hát összerakta a levelek Zugliget. Ez volt Sárközi az a Mátyás. Könyv, amit a buszon elkezdtem hahotázni, tehát tényleg Sárközi Márta volt egy stílusa. A szigorú Babicshoz belépve, megbotlott a küszöbön, és most a kifütyölteknél még cifrábbak jöttek ki a száján, és Babics ezt nagyon élvezte, pedig egyébként nem nagyon annyira autentikus volt, de hát nem arról nevezetes Sárközi Márta, hogy káromkodni tudott, hanem arról, hogy hihetetlen irodalomszervező, nagyon sokan, hát itt valószínű ugye Kormosról is szó van, mert Kormos írt 20 éves, tehát nagyon fiatal. A szerző amúgy sok ilyen naplójegyzet félét írt, vagy ez egy nem, könyv? Ja, nem a Fodor, ugye Fodor benne van. A könyvre gondolok. Ez egy hát jó, regény. Ebből én felvételiztem, ez Gyuri. Diszkvalifikálva vagyok, mert... Nem vagy diszkvalifikálva, mert... Minden egyetős kollégista diszkvalifikálva van, mert igen, minden egyetős kollégista olvasta. Kollégiumi szabadszájúság ez. Kollégiumi regény tulajdonképpen. Igen. Az egyik a két kollégiumi regény közül. Igen. Minden esetre sorolja neveket, tehát egy csomó ember, aki szóba jöhetett volna, azt ugye Latortól egy csomót olvastam, ugye a Sárközi Mártáról, de ő hál' Istennek él, tehát az ő szövege igen. nem jöhet szóba. Igen, csak és aztán sorolja, hogy Fodor Bandi, Domokos Matyi, mit akkor ezek igen. nem jöhetnek. Igen, ha csak magukat nem jöttek be. Igen, ilyen ravasz trükkel, hogy itt majd ne tudjuk kitalálni. Mert egyébként ugye nem írnám bele, csak azért, hogy átverjem. De ugye amúgy ez a szellemi is a Forrai, aki beszélt tulajdonképpen fiktív, nem? Igen, vannak, tehát hogy...
hogy önmagát fiktivizálja, de ez, igen, nagyon szerettük mi ezt az Ötvös Kollégiumban, ez volt a felvételi kérdés, hogy ő belőle kikérdeztek, de én gyerekkoromban ismertem meg ezt a szerzőt két könyvéből, Kis Anna Erdőországban és Kis Anna Kertországban, hogyha gyerekkönyveket említünk ezek közül. A de nem a költő Kis Annáról van szó? Nem, azt is kaptam gyerekkoromban, hogy költőnek is lehet lenni azzal a néven, engem Kis Annának szólítottak, hogy Kis Anna. Úgyhogy megmutatom akkor, de Gyuri mondja közben. Igen, ez a Szál Cimrének a Ménási út című könyve. Igen, nektek nem olyan legendás, mint nekünk. Igen. És a ötös kollégisták körében mindig az volt a felvételi kérdés, hogy milyen bugyi, mert van benne egy bizonyos bugyi, és egy fecskés bugyi, ami mindenki nagy benyomás lett. Tényleg olvasta, úgyhogy aki tudta, hogy milyen bugyi, az olvasta a könyve. Igen. Na, ez csak egy kicsit belsős poén volt, de nem azért hoztam a Sárközi Mátát, szerettem volna megidézni. Hát van egy kegyetlenebb, meg van egy kevésbé kegyetlen. Egy munkás romantikus és egy egzotikus. Munkás romantika. Munkás romantika? Munkás romantika. Jó, döntött. Ha már volt az előbb a vasreszelő. Jó, vagy abszolút csatlakozunk a vasreszelőkhöz. Na. 17 éve vagyok az üzemnél, mondjuk 16 és fél éve, mert közben volt egy megszakításom, amikor nem voltam falun. Hát jó ideje ismerem már, mint a tenyeremet. Nem csak a munkámat, hanem az embereket is. Legalább 1000 embert ismerek itt a gyárban. Ugye itt telik el az életem nagyobbik fele, ha az alvást nem számítom, majdnem az egész életem. Hát akit ember csak ismerek, azt leginkább innen ismerem, mert másfelé alig járhatok. De olyan nagyon nem barátkozok itt se senkivel. Szerbusz, szerbusz, hogy vagy, kész. Ha este kilépek a gyárkapun, már nem nagyon érdekel egyik se, úgyhogy én piálni is egymagam szoktam, egyedül iszok leginkább. Vagy esetleg hármasba megyünk két haverral, két sráccal a csoportomból, azokkal elég sokat vagyok, mindig összeesz a fene bennünket, pedig hát azok sincsenek olyan túl közel hozzám. Az egyik a Pali nős, van két gyereke, hát olyan nagyon sokat nem ér rá ő csavarogni velem, meg azután ugye a feleségeknél is én vagyok a fekete bárány, szóval olyan nagyon nem is erőltethetem én ezt a barátkozást, mert akkor aztán rögtön kész a balhé. Másik a Karesz, hát azt nem szeretem, azt egyenesen utálom, mert rongy ember, szar potya leső, hát csak egy esetet mondok, elmentünk együtt inni, én elköltök 1500 forintot, a Pali elkölt 300-at, a Karesz meg elkölt 30-at. A végén, amikor nekem már elfogyott mindenem, mondom neki, adjál már egy 20-ast, hazamegyek taxival, mert neki van még. Másnap megadom neki a 20-asát, és elfogadja. Na, hát ilyen fej, szóval utálom, és meg is mondom neki, a szemébe nem zavarja, csak röhög, utálom, mindig veszekszek vele, aztán vége megint az, hogy megyünk együtt inni. Na, egy azért van itt a műhelyben, akit nagyon szeretek, vele többször dolgoztunk is együtt, melyek szóval nagyon jó vagyunk vele, az nekem a barátom a Laci. Mert az segít is, ha baj van, akár a lelkem, akár a zsebembeteg, ő segít, mert ha van egy százasa, akkor az a kettőnké. Úgy kerültünk össze, hogy közös a sorsunk, ő is elvált, szóval van közös téma. De ő vele én mindenről tudok beszélni, képesek vagyunk egy álló napig dumálni. Volt már eset, hogy reggel 3:30-tól este 6-ig nyomtuk a szöveget. Elkezdjük egy filmmel, aztán mikor lefekszek, visszagondolok, miről is beszélgettünk? Hát jó Isten, volt abban krimi, bableves, színház, nők, szakma, könyvek, festők, kutyák, horgászás, minden. Szóval a barátom. Hát ilyenre vágyok én. Ilyen kellene nekem nőbe. De az meg nincsen. Jó, akkor viszont iszunk. Ővel le lehet azt is, akár egész éjszakára eltűnhetünk, őt se keresi senki, engem se. Nem vagyunk idegesek, hogy otthon sír a gyerek, vagy beteg a feleség. És így tovább. Ez nagyon érdekes, mert hogy ez most egy riportkönyv, egy novella. Nagyon jó. Hát meg, hogy nem mondjuk foci van benne, hanem azt mondja, hogy könyvekről beszélgetnek. Hát igen. Tehát, hogy ez most egy önéletrajz lehet. Tehát sok minden lehet. Egy 80-as, 70-es, 80-as. Inkább 70-es az árak. Poli, potya. Hát, taxi, 20-asból megy taxival haza. Aha. Tehát akkor egy kicsit... Az már inkább 70-es, 1500. Igen. Gyanús, hogy ez kicsit sok az 1500. Az 1500-on egy kicsit, meg az egy havi fizetése volt, igen, szerintem. Segítsük egy nagyot, hogy a szerzőnek van egy albán hegyi rabló az ősei közt. Na, ezt én sem tudtam, de most pörgessétek végig az összes magyar írót, kérlek szépen, akiknek albán hegyi rablók vannak. Ezt ő maga mesélt családjában. Egy író szokott utána, Amerikában járt utána, hogy ez hogyan, ez nem egészen világos, de biztos valahogy. És 70-es évek? Ha és egyébként Szekszárdon született. Most nem született színésznőt természetesen, de Szekszárdon született az illető. És riportkönyv? És riportkönyv. Aha, és őt Dénesnek hívják.
És ott nem DNS-nek hívják, de... Mert szexáldom ugye... Határeset, de nem, nem hívják. Baka is írt prózát, de ő nem ilyeneket írt a szexáldom. Igen, igen. Csak Zsoltnak van ilyen hangja. Csalúk Zsolt. De ő szexárdon született? És szexárdon született. Én nem tudtam még. Sőt, szerintem ott is nőtt, gyerekeskedett. Ott hát ha már ott született, akkor meg... Miért? Hová menjek? Majdnem én is hoztam a börtönbóta hazámat, úgyhogy akkor... Aha, hát akkor lehet. Ez a Vasember című könyv, és ilyen nagyon érdekes. Tehát ugye, ahogy mondjuk a Tarsándor szociónak mondható irodalom, de inkább balladisztikusabb, de olyan, mintha benyomná egy gombot egy emberen, aki már kellő mennyiséget ivott, mert nyilván így is gyűjtötte az anyagot. Viszont a Csalognál meg ugye a szociográfia lóg át az irodalomban, mert itt az, tehát ahogy mondjuk így szép szóval aranzsálja a szöveget, az irodalom közeli, mert és főleg, tehát a szerkesztés nagyon-nagyon mesteri, mert persze az se rossz, hogy dumáltatja, tehát jó svádájúak ezek a figurák. No. Ez fent van a Dián, nem? Hát azt nem tudom. Egy részletet találtam belőle így most interneten. Viszont a vége felé érünk a műsorunknak lassan, és egy feladványunk van természetesen ezúttal is. Pár sort olvasnék belőle, majd meglátom, hogy sikerül ez a pár sor. És hát nem is tudom, hogy kell-e különösebbet mondani, ez a szerző nagyon, hát bármit mondok róla, az a baj, hogy ráismerünk, de... Gondolod te? Hát gondolom én, de mondjuk a Budai várral kapcsolatos ez a szövege, és egy jegyzet féle, így hangzik az a részlet, amit hoztam. Építik Mátyás király palotáját, szobákat nyitnak, falakat törnek, ajtókat építenek a várban. Lehetséges, hogy az őszt és a telet hű magyarjai között tölti majd negyedik Károly. Buda földrajzi helyzeténél fogva is a legalkalmasabb a királyok tartózkodási helyéül. A leghívebb, a leglojálisabb ország kellős közepén emelkedik a hegy, amelyre már Árpád királyaink a szentek és hősök családjából megtelepedtek. Egyformán távol a lángba borult országhatároktól, egy nagy termékeny rónaság közepén emelkedő Kies hegyvidéken, források, királylegendák, áhítatos emlékezetű erdők tájékán, a nemzetek leghívebbjének a magyarnak szívén nyugvó várban, barátságos és biztonságos az élet, bármi végzet kuszálja a történelem folyamát. Ha igazat mondanak a legendák, az eféle átalakítás bécsi szokás, a burgból való hagyomány, ahol évszázadokon át pontosan megjelentek a szobákban a kőművesek, miután a halott császárt elvitték a barna barátokhoz. Udvari szertartás ez, mint a többi ezerféle ceremónia, amelynek Nepálek lovaga tudósa, bár nem volt szükség semmiféle átalakításra a jól megépített szobákban, a kőműves konokul ásni kezdte a falat, kaparni a vakolatot, keverni a meszet, mert ő csak annyit tudott, hogy új császár jön a régi helyére, tehát építeni kell. Úgyhogy várjuk a megfejtéseket a Jókai Anna Szalon így egybe pont nélkül kukac.budavár.hu címre. Budapesthez nagyon erősen kötődött, sőt a budai oldalhoz ez a szerző szerette a történelmi témákat is, bár talán a legnevezetesebb nem éppen azokról, de nem merülök nagyon bele, hogy tudjanak találgatni. A következő Lyukas Óra prózáról készülő felvételt március 26-án este 7-kor látják a Szalonnak a Facebook oldalán, a Budavári Önkormányzat YouTube csatornáján és a Lyukas Óra Klub Facebook oldalán is. A műsor linkje szabadon osztható. Szegő János lesz a moderátor, és a játékos társak a tervek szerint Kis Judit Ágnes, Sein Gábor és Nyári Krisztián, hogyha minden igaz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, nagyon köszönöm a játékot a kedves játszótársaknak. Önök is tippelhetnek, és küldjék bátran a tippjeiket, könyvnyeremények is vannak, és maradjanak addig is a magyar prózával, a magyar verssel, a magyar könyvvel. A viszontlátásra!